A emberek legutóbb arra kértelek titeket, hogy kérdezzetek valamit a youtube bal kapcsolatban, és wow, de régen volt lak. Egészen furcsa, hogy mennyi kérdés jött magára az oldal működésére, amiről én is csak tudogatok dolgokat. Na mindegy, most legalább meg tudjuk, hogy érdekesé tudom-e tenni az edukációt. Valszeg nem, juppi! Nézel szírmait? I igen, ha tölt fel. Actually, amúgy milyen tartalom érdekel általában? Nem konkrétum, hanem mondjuk animációs filmeken, meg bármilyen más sorozaton filmen kívül, mi az a tartalom, ami érdekel? Sketchek. Kérek itthonra sketcheket. Amikor éppen nem nézem 20 szóra újra a Breaking bad vagy a Better Call saul akkor sketcheket nézek ájulásig. Ryan George, Daniel Thrasher, Long Beach Griffey, Gus Fring Mi? Azt mondtam, hogy Gus Fring... G Gus Jones. <laughs> Jesus. Itthon annyira hiányzik egy épkézláb sketch comedy csatorna, hogy egy ideg választ el attól, hogy elkezdjek magam egyet. De nyuged nem, nem fogok. Vagy mégis? <laughs> nem, nem. Vagy még. Szereted a prank, challenge vagy smink tutorial videókat? Remélem egyértelmű dolgot mondok azzal, hogy minden tartalmat lehet érdekesen, viccesen, minőségileg csinálni. Ha van mondani valód és személyiséged, az már egy jó kiinduló pont kettő még nem biztos, hogy nézni foglak, tekint vagy nem nagyon érdekel, hogy hány kanál fahéja tudsz lenyelni. Bocsász! A kérdés, ha nem veszed rossz néven, egy ilyen hatalmas megtekintés számokkal rendelkező csatorna, mint a tiéd, mennyi pénzt tud összegerebízni a net clickbait klikbétekkel kikövezett talaján? Wow! Pont annyit, hogy tudok venni egy új pénztárcát, de pénzt már nem tudok beletenni. <laughs> nagyon sokan kérdeztétek, hogy mit gondolok a több reklámról. És nagyon, nagyon keveset tudok hozzáadni, mivel nagyon, nagyon keveset tudok a témáról. Engem Speckó nem igazán zavarnak, de a téged igen, hát. Um, két lehetőséged van. Választás A tűröd, választás B YouTube Premium. Miért szar a magyar YouTube 80%-a? Mi volt az, ami ennyire elrontotta? A sok baromságot nézik mindannyian, de egy értelmes videót soha nem képesek megnézni az emberek. A magyar YouTube annyira szennyezett, hogy a magyarok inkább a külföldi videósokat, videókat nézik. Sok-e a szar a magyar YouTube-on? Igen. Baj-e ez? Igen. Régen jobb volt-e a helyzet? Nem, srácok, attól még hogy határozottnak tűnnek meg, idősebbek mondjuk, nálam nem kell az X generációs videósoknak feltétlen falni minden egyes szavát jaj, manapság minden olyan szar. Bezzek, Freddy Akkor még volt rendes content. Ma már becsület sincs ezen a platformon. <coughs> Bocsánat a lejárt mémér, de ok, boomer. A YouTube minden korszakában voltak jobb és rosszabb tartak. Scratch that. Minden művészeti ág minden korszakában voltak jobb és rosszabb tartalmak. Ha nem lennének rosszak, a jókat se tudnánk ennyire értékelni. Most például 2020-ban egy adag új videós jött. Csak keresni kell a jót, nem visítani, mint egy csecsemő. Na és ha már szóba jött, a videósok, páran kérdeztétek, hogy lesz-e ezzel vagy azzal a kollaboráció. És bár ez tök cuki meg minden, de ilyen szinten jelenleg olyan zárkózott vagyok, mint egy agorafóbiás. Miért rakták be a nyamvat korhatárt? Azért vannak a szülők. Hmm. É, yeah. Ugye van kétféle korhatár korlátozás. Van a megerősítős, amiben csak meg kell nyomni egy gombot ahhoz, hogy tovább a videóra. Gondolom nem kell mondanom, hogy ez kb. annyira eredményes, mint fejbe meg aspirint adni. A másik pedig a személybe beküldős, ami viszont pont hogy túl sok. A baj itt az, hogy az a tartalom metszet, ahol a videók még megfelelnek a YouTube guidelineoknak, de már túl durvák egy 13-14 évesnek, főleg egy 16-17 évesnek, hát elég szűk. És persze belemelnék abba is, hogy vannak több millióan 13 éven alulniak, de nem fogok. Öt dolguk. Szia csak azért írok, hogy benne legyek a videóba. Mmm... Ok. Szerinted kevesebb lenne a trash tartalom a YouTube megmaradt volna non-profit szervezetnek? Erre sajna be kell nyomnom a jó öreg b, -b, -b gombot. Persze mindenkit motivál valamit, és ne vegyétek olyan azt a szemenszeret szeret hülyeséget, hogy csak ti motiváltok, srácok, csak és kizárólag ti. No! Bullshit, man, de a motiváció lehet bármi, nem kell feltétlen pénz a dologba. Kis kitérő, de kb. ez van egy érdekes hozzáfűzni valom. Ez egy saját teóriám, ami úgy hangzik, hogy... <coughs> a legjobb youtuberek azok lesznek, akiket iskolában sokat zaklattak. Na, ez keretez be, Béla. <laughs> Szerintem a minőségi videózáshoz kell egyfajta introvertáltság, amit legjobban a bullyingolásból lehet megkapni. Mert ezeknek az embereknek sokkal inkább okoz örömet, hogy végre meghallgatják őket, mint a pénz. Szerintem nem lesz jó youtuber a gazdag focizó addit az uzsi pénzet kölyökből. Az egyetlen bukkanó az előbbivel, hogyha éveken át súlykolták bele, hogy egy senki, akkor meggesett esetleg, hogy az egész karrier egy bosszú hadjárat lesz. Mit gondolsz a clickbait youtuberekről? Um... R rosszak? Ja, don't clickbait kids, I guess. Miért alul rajzfilmeket foglalkozó csatornák, meg az animációval foglalkozok is? Haver, nem akarod ezt átgondolni még egyszer? Szerinted ki az a magyar videós, akinek látszik a videóin, hogy rengeteg időt és energiát beleölt, én. Ne, ne, nem, egyébként nem, egyébként nem. Az én 18-20 órám nem olyan sok. A tartalomhoz képest lehet, de mondjuk egy animálás, egy repcsata csinálás, vagy akár egy sorozat elemzéséhez is sokkal több belefektetett energia kéne. És a már szóba jött jövő alkalomra lenne nektek egy kérésem. Amint láttátok, ebbe a videóban nem nagyon válaszolgattam meg videókészítéssel kapcsolatban kérdéseket. Szóval, ja, a kövi alkalomra kérdezhettek a munka folyamatomról bármit. Nos, pápa, várjunk itt, még van egy kérdés. Most meg tudod oldani a heti videókat, hogy már nincs suli? Ó, igen. És nem fogjátok elinni, hogy milyen videón van jövő hétre. <hállítás> Jó, igazából nem akkor a dolog, csak a Boss Baby 2 kritikája. Pá!